A térségben a környezeti és energiahatékonysági operatív program 100%-os támogatásával új víztorony épült, melynek eredményeként javult az ivóvíz minősége. Mint Balait Zoltán fogalmazott a település részen, ez volt az elmúlt évtizedek legnagyobb és egyben legátfogó fejlesztése egy része már a korábbi ciklust érintette 600 méter hosszan, most újabb, közel 1300 méter útfelújítás történt meg, de önmagában nem csak útfelújítás valósult meg, hanem ehhez kapcsolódott korábban egy ivóvízvezeték, illetve egy víztorony építési munkálatsorozat is. Így aztán összességében egy negyed milliárd forintos beruházás az, amelyet most jelképesen átadhattunk az itt élő polgároknak. Az aszfaltozás azért vált időszerűvé, mert az elmúlt években a kátyús egyenetlen Burgolat állapota tovább romlott. A bazitaiak többször jelezték a problémát önkormányzati képviselőjüknek. A 2019-es választási kampányban volt egy Facebook bejegyzésem, ami arról szólt, hogy a Toposázi utcát ebben a ciklusban szeretnénk majd teljes mértékben felújítani. Mivel az állapota egyre romló volt, ezért az idejében végre a Kovács Károly Városépítő Program keretein belül megújulhatott ez az utcakasz, ami azt jelenti, hogy közel 1300 méter hosszon, 3,5-4,5 méter szélességben újulhatott meg, és közel 250 ember életét könnyebbítette meg, könnyebbíti meg. A település rész folyamatosan fejlődik. A templom környékén már végeztek a munkálatokkal. Megszépült a buszmegálló, és nemrégiben átadták a városrész első játszóterét. A tervek szerint az óvoda udvara ősszel új játékelemmel gazdagodik.